Cégünkhez több kérés érkezett ügyfeleink részéről, hogy a nyaralások, illetve utazások alkalmával szeretnék az autópályás szakaszokat kihagyni, és csak magába a célállomás és a célállomás között csillagtúrában motorozni, és erre nem tudunk valami megoldást. Cégünk biztosít egy olyan motorszállító utánfutót, amely nagyon egyszerűen kezelhető, nagyon stabil az országúton szerkezeti felépítéséből adódóan. Minden domborzat és terepviszonyok között az utánfutó nagyon-nagyon könnyen használható. Gyakorlatilag az utánfutó felépítése egy U alakú csővázas szerkezet, külön torzós rugózással mindig oldalon és lengécsorot ellátott kerékfelfüggesztéssel, egy speciális lánccal meghajtott csúszólappal, amely le és felcsúszik, felrakásnál le kell engedni, szállításnál pedig föl kell emelni és rögzíteni a megfelelő ponton. A motorkerékpár utánfut az 215 kg, terhelhető, össúlya 750 kg, tehát gyakorlatilag két könnyebb motorkerékpár, sportmotort, vagy pedig nehezebb Goldwingot vagy egy Harley Davidsont lehet vele szállítani. Az utánfutó használata nagyon egyszerű. Az utánfutó párosított hidraulikával az egész szállítólapot megemeljük, a biztosító kalantyút hátrahúzzuk, és a szivattyú oldásával a szállítólapot leengedjük a földre. Szivattyút ismét elzárjuk. Következő lépés, lenyitjuk az utánfutónak a hátulját, és egyben biztosítjuk a motorkerékpárnak felhajtásra szükséges rámpát. Következő lépés, a motorkerékpárra ráállunk a szállítólapra. Beálltunk az első kerékrögzítőbe az első kerékkel. Ez annyira megfogja a kereket, hogy biztonságosan le tudunk szállni a motorkerékpárról, és le tudjuk spaniferezni. Nem kell hozzá segítség, ezt a műveletet egyedül is meg tudjuk csinálni. Az utánfutó széria tartozékba adunk négy ilyen spanifert, amit a speciális rögzítő elemen bárhová el tudunk helyezni tetszés szerint. Egy egyszerű mozdulattal beakasztjuk a helyébe, és ehhez a ponthoz tudunk spaniferezni. Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalon is. És a motorkerékpár így föl is van rögzítve az árműre. Fölhajtjuk a hátulját és rögzítjük a rámpát. Ellenőrizzük a szivattyúnak a szelepe zárva legyen. És fölpumpáljuk a szállító rámpát a szállítási magasságba. Nagyon fontos, hogy a biztonsági kallantyúra figyeljünk. Elmozdulásánál beleúrik a szállítási magasságba, majd a szivattyút visszaengedjük és mechanikusan rögzítjük. Elzárjuk, az utánfutó szállításra képes.